sok szeretettel köszöntöm a sajtó képviselői. Kárpát Kupa 2013 Aranda Kupa sajtótájékoztatóján. Miskolc városa vezetési önkormányzata mindig kiemelten kezelte a sportot és a versenysportok mellett azokat a sporttevékenységeket is, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek, mindenkinek szólnak. Direkt nem azt mondtam, hogy szabadidős tevékenység, szabadidős sporttevékenységeket, mert pont a barátja is arról szólna, hogy és úgy gondolom, hogy minden sportnak, sporttevékenységnek erről kellene szólni, hogy az életünk részévé kell, hogy váljon a mindennapi mozgás. És itt a Barantával kapcsolatban nem csak a mozgás kultúráról van szó, hanem egy hagyomány, egy hagyományos magyar értékrendszer, testkultúra, lehet ezt a szót használni, megismeréséről. A város régóta támogatta, lehet így mondani, ezt a Baranta Kupát, ez évben is kiemelten fontosan kezeli, és többféle támogatásban részesíti. Én szeretném is felkérni és átadni a szót Rákóczi Fekete Monikának, a Mente Egyesület elnökének, hogy a részletekről, és azokról is, amiket én nem mondtam és fontosnak tart, tájékoztassa őket. Üdvözlöm a sajtóképviselőket, meg a társaimat, akik a Nimrod Barantához tartoznak. A Pálinkás Éva, aki el fogja olvasni az Országos Baranta Szövetség elnökének, Ukics Ferencnek a sajtó anyagát, amit elküldött számukra, és egy nagyon komoly összefoglalója ennek az egész rendezvénynek a szellemiség hátteréről. Én meg a kinti programokról, amit tulajdonképpen nem terveztünk, ezek így jöttek maguktól. A Honvédség támogatja, szeretné, hogy Miskolcon a toborzás valamilyen szinten képviselve legyen, és emiatt elég szépen meg fog jelenít a rendezvényünkön, ezt emelném ki, meg a hátsó sportpályán a népkedve a lovasiász versenyt, amit a Budapesti Lovasiász Akadémiának a lovasai fognak, a kasai lovas iászai, a Némedi Zoltánik a Magyar Várból szombaton 10 órától 4 óráig ezt a lovasiász versenyt lebonyolítani. Szabadtéri rendezvényekből ezeket emelném ki legfőképpen, de lesz a magyar kutyafajta bemutató, népzene, néptánc, a tehetségkutató versenyünk gálájának a legszebb részei. Ami nagyon-nagyon fontos, a 32-es Nemzeti Honvéd Díszegység bemutatója, ilyen szurony puskákat fognak dobálni a gyönyörű katona férfi emberek, és szintén közel áll a Barantához. Azt tudjuk, hogy a Baranta Szövetség elnöke szintén a honvédségnél szolgál, őrnagy, és a Barantát, tehát ő hozta létre, ő a szülő atya, szellemi, lelki, fizikai atya. A miskolci csapat is tőle származik, az egész szellemiség, amiben létezünk, mint civil szervezet, és ezért vagyunk Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége, mert a Kárpát-medencei összes élő közösséget szövetségbe hozzuk. Így ez egy családi paraszti vállalkozás tulajdonképpen, amiben nincsen haszon, csak lelki haszon, és hát ez a Jóistenre van bízva. Úgyhogy a városvezetés részére a kulturális osztályon is nagyon-nagyon szívből köszönjük a sok támogatást és segítséget. Én úgy gondolom, hogy ebből fejlődünk közösen, hogy a családokat összehozzuk, és szeretetteljesen tudunk ilyen programokat, ahol bemutatjuk a magyar kultúrának a legszebb formáit, a műveltségünknek a legféltettebb kincseit, amiből folyamatosan tudunk a következő generációkat fejleszteni. Lehet így mondani, hogy fejleszteni, hanem éltetni. Még ami nagyon-nagyon szép lesz, a koronaösségtől az Ócsai Géza alezredes úr a koronaösség történelméről és jelenéről tart egy előadást. Ha rossz idő lesz, akkor a VIP terem a sportcsarnokban, ha jó idő lesz, akkor a nagy színpadon tartja meg az alezredes úr előadását. Reméljük, hogy nagyon sok miskolci embert fog érdekelni, mert ez egy nagyon komoly téma, és szerintem kevesen tudnak róla, hogy a koronaőrség hogy működik.
Kértem a barontásokkal egy ostormenetet vasárnap. A benti programokról azért nem szeretnék beszélni, mert a Országos Barontó Szövetség elnöke nagyon-nagyon komoly és nagyon szép összefoglalót, amit már mindjárt megkérek a Pálinkás Évát, hogy olvassa fel. Én azért úgy nagyjából be is fejezni, nem rabolnám az idejüket. A programok nagyon-nagyon szépek, én szerintem kint lesznek a minap.hu-n, ugye? Miskolc honlapján. A részletes program, a kinti program is, meg a benti is, ugye nagyon nagy szeretettel várom minden miskolcit, meg minden Borsod megyeit, meg minden Kárpát-medenceit, magyar testvérit, meg nem magyarokat. Karinkás Évát akkor megkérem egy barantás édesanyját, aki oszlopos tagja van a csapatunk, mint egy olvasott vála, Kics Ferenc. Sajtónagát, tavaly született egy kezdeményezés, legyen a sport újra a mindennapok része az emberek életében. Kezdeményezést a Baranta tette, Miskolc városa pedig igyekezett minden támogatást megadni. Így született meg az első Baranta világkupa. Idén szeretnénk folytatni a megkezdett kampányunkat, a sportolást és természetesen a Baranta mellett is. A minden második éve megrendező Kárpát kupa és a köztes években a Baranta világkupa kíván lehetőséget nyújtani a magyarországi, illetve más országokból érkező harcművészetes sportolóinak arra, hogy összemérhessék tudásukat egy harcművészetek közötti versenyen. Hogy pontosan mit is jelent ez? A versenyszámok kialakítása során mindig arra törekszünk, hogy a hagyományos Baranta versenyszámok mellett megjelenjenek más harcművészetek versenyszámai is, a szabályrendszer közösen formálva. Ugyanakkor sok közös vonás megtalálható a Baranta, Kung Fu, Kenpo, Jiu-Jitsu és más irányzatok között, de sok esetben már kikoptak egyes versenykategóriák, melyek azonban a Barantában állandóan megtalálhatóak. Ezeket szeretnénk feleleveníteni a versenyzésben, és arra biztatni a harcművészeket, hogy ne hanyagolják el azokat. A Kárpát kupa, a Baranta és a Zen Wukong Kenpo közös szervezésében születik meg. 10 harcművészeti stílus képviselői mérik össze tudásukat egy 6 versenyszámból álló megmérettetésen. Legjobbjai pedig elnyelik a harcos magyar, magyar harcos címet és az ezzel járó szabjákat is. A hagyományos barantás versenyszámok, mint szabjavívás, íjászat, párbaj, földharc és páros vívás bemutatószám mellett egyéni bemutatószám és viadal versenyszámok kerültek meghirdetésre. A földharc jó példa a stílusok közti együttműködésre, szinte mindenhol megtalálható, de eltérő szabályokkal. Ahogyan tavaly is, most is közösen alakítottuk ki a versenyszabályzatot ebben a kategóriában, így mindkét stílus sajátossága tükröződik benne. Mindkét irányzat rengeteg fiatalnak adja meg a lehetőséget a fejlődésre, közösségi életet ad nekik, és mint egy család háttere biztosít. A harcművészetek jó alapot adnak a magyar honvédelmi képességeknek fejlesztésére. Ezek a fiatalok harcolni szeretnének, fejlődni és megmutatni a tehetségüket. Mi szeretnénk nekik ebben minden segítséget megadni, szeretnénk, ha munkájukat elismernék és felfigyelnének rájuk. Ők azok, akikre a jövőben építhetünk, méltatlan lenne elhanyagolni őket, akik pedig ebben minden nap támogatják a fiatalokat, akik példaképekké váltak már, akik edzők, vagy rendkívül eredményes versenyzők, azok munkáját a Harcos Magyarok díjjal jutalmazzuk, melyet az Országos Baranta Szövetség és a Magyarországi Harci Művészetek Összszövetsége adományoz a legjobb teljesítőknek. Vasárnap délelőtt sor kerül a rendészeti kiképző Országos Szövetség által kiírt Országos Önvédelmi Bajnokság második fordulójára. A délutáni órákban a Magyarországi Harci Művészetek Összszövetsége által meghirdetett stílusok közötti nyílt bemutató bajnokság és gálaműsor fogja szórakoztatni a kilátogató közösséget. Együttműködünk a Magyar Honvédséggel és a Magyar Tartalékosok Szövetségével, a Magyar Honvédség Vitéz, Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár, Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Díszászlóalj különleges díszelgő csoportja, fegyverforgató parádéját láthatják majd a látogatók szombaton. A külső helyszínen 14.30-tól, illetve 16.30-tól a belső helyszínen sportcsarnok. Emellett a Honvéd Koronaőrség is ellátogat a Kárpát-kupára és előadást fog tartani. Ebben a munkában idén is segít minket Miskolc városa, ahol a tavalyi Baranta világkupa hatására már szép létszámú Baranta csapat is működik. Helyi civil szervezetek kapcsolódtak be a szervezésbe, és megtesznek minden tőlük telhetőt azért, hogy Miskolcon minél többen sportoljanak, kiemelt hangsúllyal a harcművészetekre, melyek filozófiai hátterükkel, mint testben, szellemben, és ami ma különösen fontos, lélekben is emelik a növekvő generációkat, a harcművészet egyszerre filozófia, kultúra és sport.
Szeretnénk elérni, hogy az ilyen és ehhez hasonló események látogatók tömegeit vonzák, és legalább annyira népszerűek legyenek, mint a labdarúgás vagy a kosárlabda. Ha ezek a fiatalok úgy küzdhetnének, hogy közben ezrek biztatják őket, ha úgy állhatnának dobogóra, hogy ezrek tapsolnak nekik, az egy életre szóló élményt adna számukra, de úgy véljük, a nézők sem csalódnának. Tavaly is rendkívül színvonalas küzdelmeket láthattunk, idén is ugyanezt tudjuk ígérni. A baranta pedig minden magyar ember sajátja. Az előttünk élő harci testkultúráját, mozgáskultúráját tanítja, olyan magyar gondolkodók, mint Karácsony Sándor filozófiájával valhatjuk a magunkénak. Barantás fiatalok munkája alapozza meg ezt a rendezvényt is, akik a versenyzés mellett részt vállalnak a szervezési, építési, lebonyolítási munkákban. Hogyan is lehet ennyi mindent egyszerre csinálni? A baranta szervesen működő, mellérendelő közösségekből épül fel, ilyen munkát pedig ilyen közösségek képesek elvégezni. Jövőre vonatkozó terveink is vannak. Egy olyan rendezvényt fogunk megvalósítani a Miskolci Szabadidőközpontban, ahol a harcművészetek, a versenyek mellett összefogjuk a város és környéke képzőművészeit, zenészeit, sportolóit, egy szóval minden olyan közösséget, mely értékteremtéssel foglalkozik. Szeretnénk, ha Miskolc arculatán tükröződne az értékek képviselete, és ezek az események a város jelképévé válnának. Szeretettel várunk tehát mindenkit, látogassanak el a Kárpát-kupára, lássák a saját szemükkel, milyen tűz van a fiatalokban, érezzék jól magukat, és töltődjenek fel lelkileg, szellemileg. Köszönöm szépen, és József, egy picit milyen közösségeket sikerült megmozgatnunk erről, szeretném, hogyha pár szót mondanak. Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megállt képviselőit. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem csak egy sportesemény, hanem annál sokkal több. Ez az is mutatja, hogy a Vöröskeresztnek egy viradást szervezünk, tehát akik nem tudnak elmenni hétköznap, az szombaton 1 és 11 órától este 7 óráig viradással tudják bemutatni, hogy mennyire szeretik városukat, és a rászoruló embereken képesek is segíteni. Emellett említették kollégáim, hogy a honvédség is megjelenik. Tehát azt hiszem egy olyan széles összefogás, ahol a Vöröskereszt, a honvédség és a különböző sportegyesületek, különböző népzenei és népművelő egyesületek megmutatkoznak. Emellett szeretném még kiemelni, hogy a katolikus egyház ugyanerre az időpont egy körmenettel lesz jelen. Tehát ott, ahol az egyházzal a sportolók, a civilek, mondom, a honvédség és a Vöröskereszt összefog, tehát ez egy egyedülálló kezdeményezés, azt hiszem, ezzel szeretnénk példát mutatni minden magyarországi településnek, hogy ha összefogunk és jó céljaink vannak, akkor így talán sokkal jobban halad előre az ország. Tehát nem ellenségeskedünk el, hanem megmutatni egymás értékét és egymást erősíteni. Köszönöm.